nincs ötleted, mit kérj a Jézuskától, akkor tudom ajánlani a Nazdanis cuccokat, link a leírásban, köszi. Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém. Sziasztok! Nagyon rég volt csomagbontós videó, el is érkeztünk egy olyan csomagbontós videóhoz. Remélem srácok örültök, és a nézőknek van egy nagyon-nagyon jó hírünk. Képzeljétek el, hogy ezt a videót a Zone Express támogatta, leírásban ott a link, és ha nekem küldtök csomagot a Zone Express segítségével december végéig, akkor januárban egy okos telefont lehet nyerni, egy darab Navon típusú okos telefon. Fontos, hogy kedvezményt is kaptok. Ha Nasz Dániel a címzett neve, akkor még 400 forint kedvezményt is kaptok, úgyhogy leírásban nézzétek meg, köszönjük szépen, háztól házig szállítás, tényleg minden info ott van a leírásban, és okos telefont lehet nyerni. Fontos, hogy a címemet e-mailbe kérjétek kell, és azok a csomagok, amelyek Nasz Dániel névre fognak címezni, és ide jön hozzánk, ők az esélyesek arra, hogy januárban megkapjanak egy darab Navon okostelefont, és nagyon örülök, hogy a cég ezt felajánlotta, mivel nagyon sokan írtátok, hogy karácsonyra szeretnétek nekünk csomagot küldeni, most kedvezményesen megtehetitek a Zone Express segítségével, úgyhogy leírásban mindent megtaláltok. Köszönjük szépen! Az első csomagot a Zone Express küldte, fel is olvasom, ez egy veszélyes csomag, és arra kérem a nézőket, hogy figyeljenek a leírásra, és ti is figyeljetek, mert ma ebből nagyon sokat tanulhatunk, hogy szilveszterkor mit lehet és mit nem. Kedves Dániel, fogad szeretettel a Zone Express csapatától ezt a kis tűzi játék csomagot, melyet megbízásunkból a Piro Focus Kft. Biztosított és szállított számotokra. Itt van a csomag tartalma, okés. A tűzjáték termékek, melyek a csomagban megtalálsz, magánterületen egész évben felhasználhatóak, 16 év feletti személyeknél. Szóval ti nem használhatjátok, jó? Nézhetitek, így van. Ha közterületen, úton, parkban, nagyobb tereken szeretnétek ellőni őket, az csak december 31-én szilveszter napján este 6-tól reggel 6 között lehet megtenni. Ha megmaradt szilveszterről bármi, ami a csomagban van, azt egész nyugodtan ellőhetitek egész évben magánterületen este 10-ig. Lehet később is, csak lehetőleg ne zavarjuk a szomszédokat. Nagyon fontos kiemelni, hogy tűzijáték termékek szállítása futárszolgálattal, postával illegális. Arra kérünk téged és a nézőit, hogy semmi esetre se próbáljátok meg se a Zone Express-szel, se egyéb cégekkel feladni a pirotechnikai termékeket, szóval ilyeneket nem szabad küldeni, jó? Ilyen termékeket csak és kizárólag ADR engedéllyel rendelkező pirotechnikus képesítési szakemberek szállíthatnak. Jó szórakozást, kellemes ünnepeket és sikeres új évet kíván a Zone Express! Hát köszönjük szépen, viszont kívánjuk! Nagy részük ezeknek a termékeknek nem durva, hanem ilyen szép csillogó fényes cusz lesz. Voltam bent a rendőrségen, mert velük is együtt fogok működni, és azt mondták, hogy ilyenkor szilveszterkor az állatorvos által felírt nyugtatókat kell az állatoknak adni, ő nagyon-nagyon oda kell figyelni, ugye mindig minden évben ez sajnos probléma, meg nagy veszekedés van, de ez sajnos nem lehet elkerülni, de figyeljünk oda a házi állatokra, jó? Oké, és úgyhogy van itt minden! Lehet lövődözni egy kicsit normális kereteken belül, köszönjük szépen, van még szerintem ilyen pillangó, vagy nem tudom, az tök jó, egy tornádó, ez úgy, hogy meggyújtod, az fölrepül, azt ennyi. Úgyhogy a gyerekek nagyon örülnek neki. A következő csomagot kaptuk Zsolttól, főbontottam, képzeld, Zsolt, azt hittem, hogy én rendeltem valamit az internetről, úgyhogy én tudom, mi van benne. Nézzétek meg, srácok, már annyi csoki van itthon, hogy hihetetlen, de még ezt lehet fokozni. Hoppá! És nem is akár milyen, ilyen nagyon finom cukros. Van benne még egy mogyorós. Van benne egy CD, ráadásul a Kifli zenekar küldte nekünk. Ezeken tök jó gyerekdalok vannak, azt hiszem. Úgyhogy köszönjük szépen. Szuper. Van még benne valami, még egy. Szuper! Egy karácsonyi dísz! Hát mehet, veszük a karácsony. Mehet a karácsonyfára! Nagyon-nagyon jó lesz! Oké, szuper! Jó, van benne még egy! Nagyon-nagyon szuper! Jó, és akkor ha valaki a Zone Express segítségével küld ilyen csomagot háztól házig, gyerekek, akkor tényleg bekerül a sorsolásba. Jó? Akkor a következő, ez egy levél, ezt kaptuk
Armandtól, köszönjük szépen, megnézzük, hogy mi van ebbe. Hát ne, mi ez? Focis kártya, gyerekek, óriási gyűjtők leszünk most már. Köszönjük szépen, van benne egy levél is, nagyon levél szuper. Keke. Levél keke? Szia Dani és öcseid, én már pár éve nézem a csatornádat és példaképen vagy, és az a kitartás, ami benned van, hogy szinte minden nap csináld a videókat, tegnap nem volt. Öcseid előtt is le a kalappal, hogy iskola mellett videóznak veled, és további kitartást és még több feliratkozót gyűjteni. Jó, igen, lehetséges a dedikáló kártya. Molnár Áron, Alman, Nazdainak és öcsének szeretettel küldöm a levelet. Köszönjük szépen! Nagyon nagyra értékeljük tényleg ezt a sok támogatást. Milyen szép szívecske van rajzolva. Nagyon örülünk, hogy tényleg ennyire foglalkoztok ezekkel a dolgokkal. És ezért találtuk ki tényleg a céggel ezt a nagyszerű lehetőséget, mert úgyis többen jeleztétek, hogy akartok nekünk küldeni csomagot. Kedves Dani Ákos Árdi, sziasztok! Én egy 12 éves lány vagyok, kb. 2 éve nézlek titeket innen Kunbajáról. Natinak hívnak, és egyszer beszélgettünk Instagramon is. A baja meg a Kunbaja nem egy, tudom, de nincs messze. Remélem örültek a csomagnak, sok sikert a videózáshoz. Nagyon gratulálok a 300 ezer feliratkozóhoz. Ja, és mondd meg az én nevemben a tesóidnak, hogy aranyosak. Bocsi a ferde írásért, remélem tetszik a rajz. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Ebből a csomagban pedig van 4 darab táblacsoki. Hát hihetetlen, hihetetlen. Jó, van belőle egy Dörmi. És van nyalóka is, amit nagyon-nagyon szerettek. Jó, és így a végére el szeretném mondani a kedves nézőknek, ugye, hogy mostanában még jobban elterjed a csatornán az, hogy élőadásban donételnek. Tegnap két srác küldött nekem 66 ezer forint támogatást, azt köszönjük szépen, és erre azt találtam ki, hogy itt a faluba kiválasztok 3 gyereket, és fogok nekik új bakancsot venni, nem használtat, hanem elmegyünk bevásárolni, még hogy kik lesznek azok, még majd körbe kérdezek, vagy körbejárom a falut, és akkor veszek nekik új bakancsot, úgyhogy köszönjük szépen a támogatást, ez nélkületek nem jöhetett volna létre. Leírásban ott van a Zone Express, annak segítségével küldtök csomagot nekem december 31-ig, vagyis nem tudom, hogy vannak a munkaszünet napok, mindegy, ha decemberben ideér a Zone Express segítségével, akkor januárban okos telefon tudtok nyerni, köszönjük szépen, a címemet pedig e-mailbe kérjétek el, ott van a leírásban. Köszönjük szépen, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a Nazdaniel csatornájára, és köszönjük a csomagokat. Igen, nagyon-nagyon hálásak vagyunk nektek. Köszönjük szépen! Sziasztok!